Kutyasuttogó a sorozatunk következő részében külföldre utazunk, méghozzá a kutyánkkal. Dr. Benzsel Dániel állatorvos fog nekünk segíteni abban, hogy hogyan tudjuk külföldre vinni a kutyánkat. Nekem van egy ilyen állategészségügyi kiskönyvem, elhozom a kutyámat, ezt ti lepecsételitek, adott esetben beoltjátok, és már mehetek is, vagy pedig ez nem lesz jó a külföldi utazáshoz? Ez semmiképp nem lesz jó, és az a kérdés, hogy hova megyünk. Ugye az Európai Unión belül ugye kisállatútlevélre lehet a vadászgörényeket, macskákat és a kutyákat utaztatni. Ennél fontos az, hogy ennek ugye érvényes oltást kell tartalmaznia, mikrocsipes megjelölés kell legyen a kutyában, aminek nyilvánvalóan egyeznie kell az útlevélben lévővel. Fontos, hogy hamarabb kapja meg a csipet, mint hogy azt az oltást megkapja, amiről éppen szó van. Illetve az is fontos, hogy az oltás beadása és utazás között, ha csak nem egy folyamatosan oltott kutyáról van szó, akkor 21 napnak el kell tenni, és csak utána utazhatunk. Tehát mindenképp legalább 3 héttel a tervezett utazás előtt beszéljünk az állatorvosunkkal, hogy biztos ne csúszunk ki ezekből a határidőkből. És akkor ezek szerint kap emellé egy útlevelet is? Kap egy útlevelet, és az egyébként oltási könyvként is funkcionál onnantól kezdve. Fontos még, hogy ez ugye egy EU-s dokumentum, tehát hogyha Európai Unión kívül utazunk a kutyával, akkor pedig nézzünk utána az adott országban, milyen elvárások vannak. Ugye lehetnek az országoknak ugye veszettségoltáson kívül a féleszenyt és időpontjára vonatkozó előírásai is, ezeket is mind előtte nézzük meg, tájékozódjunk, hogy nehogy az utolsó pillanatban kérjen minket esetleg egy kis probléma. Tehát akkor készüljünk fel időben az állatunkkal való nyaralásra. Hogyha mondjuk júliusban indulunk, akkor holnapra kérjük az időpontot.